és nektárgyait, amennyivel még haza bír repülni a kaptárig. A bejáratnál kapuőrök fogadják az érkezőket. Itt ellenőrzik, hogy a gyűjtőmény ehhez a családhoz tartozik-e, és ha igen, hozott-e magával virágport és nektárt. A méh családok életét és munkamenetét mutatta be ez a kis film a kertvárosi általános iskola tanulóinak. A gyermekek aztán megismerték a méhészek feladatait és legfontosabb eszközeit, sőt mézet is kóstolhattak. Az ismeretterjesztő program sorozata visegrádi alaptámogatásával jött létre azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet a megporzók fontosságára. Meg lehet őket közelíteni úgy ezekkel az anyagokkal, amivel felhívjuk a figyelmet, hogy ez fontos az ő számukra is. Maga a mézet, az édességet mindenki szereti. Maga az eszközök is azért kihívóak a gyerekeknek, hogy van ilyen, látják. Azért, aki nem méhész családba született, akkor mondjuk így, vagy nincs méhész ismeretsége, sejtelme sincs, hogy mi az a méh család. Nem tudja, hogy mik ezek az eszközök, vagy hogy termelődik a méz. Ezek fontosak a gyerekeknek is, és megértik, és látják a fontosságát. Fél kilogramm méz előállításához összesen több mint 1100 méh munkájára van szükség. Ezt szemlélteti ez a rajz. Az elmúlt hetekben több iskolába ellátogatott már a Nyíregyházi Méhészek Egyesülete, valamint a megyeszékhely önkormányzatának képviselői. Összesen több mint 2500 diák számára tartottak már környezetvédelmi előadásokat. Azt gondolom, hogy ilyen fiatal korban, mint az általános iskolák, tudniuk kell azt, hogy egyrészt ez egy milyen szép, de nagyon nehéz szakma. Mi benne a veszély, mert ugye a dolgozók, a hölgyek, a kaptárból azok szúrnak is, és igen összetett rendszerű mérgük van, tehát hogyha ki allergiás rá, az ne menjen a közelében, ne csapja össze a kezével, ne csapja magáról, hanem csak hessegessel, mert a méh önszántából csak a kaptár közelében támad. És az is jó megjegyezni, hogyha a méhek mindig legmagasabb ponton támadnak, tehát fejre mennek. Hogyha valakit ilyen támadás ér, akár egy, akár kettő, akkor le kell hajolnia, vagy le kell feküdnie a földre, de semmiféleképpen sem szabad a kezével legyeznie, mert azzal csak a támadást ingerli. Tehát ilyen finomságokat is fognak tanulni a gyerekek, az amellett, hogy különböző típusú mézeket kóstolnak, és különböző szerszámokat, eszközöket látnak a méhészeknek a munkájáról. Ez egy nagyon-nagyon szép dolog, de nagyon fontos környezetvédelmi összetevője is van. Az előadásokon elhangzott, az élelmiszerek több mint kétharmadához elengedhetetlenül szükségesek a méhek, amelyeknek a védelme azért is kiemelt fontosságú, mert ezek a rovarok vannak kitéve leginkább a klímaváltozás veszélyeinek.